Meghalt az a 47 éves szlovén férfi, aki úgynevezett szárnyas ruhás ugrást hajtott végre Balatonkiríti közelében, de valamiért nem nyílt ki az ernyője. A férfi 4000 méteres magasságból egy helikopterből ugrott ki társával, holttestét órákkal később találták meg. A Siófokhoz közeli Balatonkiríti repülőterén ma senki nem akart nyilatkozni a szlovén ugró balesetével kapcsolatban, stábunkat a reptér területére sem engedték be. A történteket még vizsgálják, így egyelőre információt sem kaphattunk arról, hogy mi történhetett. Csak annyi a bizonyos, hogy tegnap este 7 óra körül egy helikopterrel emelkedtek a magasba az ugrók, majd 4000 méterről kiugrottak. A szlovén férfi holttestét egy mezőgazdasági területen találták meg órákkal később. A szlovén férfi egy ilyen úgynevezett szárnyas ruhában ugrott ki a helikopterből. Ezeket a felvételeket 4 éve készítettük, amikor ugyanezen a repülőtérre rendezték a Wingsuit világbajnokságot. Az egyik ugró akkor mutatta meg, hogy ez a ruha mit tud. Szárny felület, igen, látszik így, meg a kézi szárny felület. És ez felfújódik a levegőtől, és akkor teljesen mint egy repülőszárny lesz. Tehát nem zuhansz, esel, vagy nem előre mész repülve. Ilyen ruhában a kiugrási ponttól óriási távolságokra lehet elrepülni, akár 3-4 kilométert is megtehetnek az ugrók. A 2013-as VB főszervezője akkor arról beszélt, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani a különlegesen extrém sportot űző ugróknak. A teljesítményrepülő verseny, itt ennek 5 különböző kategóriája van. Vannak olyan emberek, akik szárnyas repülő ruhába repülnek, vannak olyanok, akik csúsztató ruhába, és vannak, akik mindenféle ruházat nélkül mesztelenül fognak repkedni a levegőbe, és minél távolabb próbálnak haladni vízszintesen. Az ugrók ernyőt is visznek magukkal, a siklást követően azzal ereszkednek le a földre. A szlovén sportolónál ez nem történt meg valamiért. 2013-ban egy magyar sportoló, Kovács Viktor, Kínában szenvedett végzetes balesetet, akinek utolsó ugrását több kamera is rögzítette. A világbajnokságra készülve egy 700 méteres szikláról ugrott le, majd repült és végül fékezés nélkül csapódott a földbe. At 10 minutes.